Jó reggelt Svédországból, az éjszakát egy természet legelőjén töltöttem. Egész nyugodt estén volt, bár esett az eső, de legalább a bikák nem molesztáltak. A pakolás gyorsan megy a sok szúnyog ellenére, még jó, hogy sátorban aludtam. Elbúcsúzom a szálláshelytől, az úszó piknikes háztól, a fatüzeléses jacuzzitól, és induljunk el Norvégia felé. A legelőt még nem hagytam el, amikor észrevettem, hogy a bikák pont a kijáratnál legelnek. Minél közelebb tudom a biciklit, annál inkább figyelnek. Az egyik teljesen rám fordul. Ez menekülnöm kell. De nagyon néz engem. Az is néz meg. Na. Ajaj. Én félek. Komolyan. Ez a kutya van. Merre majd nap a picsába? Szarra van. Akkor mint az állat. Szerencsére pár perc múlva odébb állnak. Otthon azzal vicceld a barátnőm, hogy megerőszakolít éjszakon egy medve, és most félek, hogy a végén egy bikának fogok megtetszeni. Visszaakasztom a villanypásztort, és most köszönő levelet nem írok a háziaknak, mert örülök, hogy megszabadultam a bikáktól, nem kéne a kutyával is megküzdeni. Eljutni ideig az előző napokon elég kalandos volt, és most végre sima az út, csekély a forgalom, és jó az idő. Tegnap ledobtak a vonatról, annak ellenére, hogy volt jegyem. Akkor ezt elég rosszul éltem meg, de itt látom, hogy az út csuromvíz. Tehát, ha nem dobnak le, akkor idáig elértem volna, és akkor szakadó esőben tekerhettem volna, de szerencsére ez csak volna. Tegnap épp azért álltam meg a tehenészetnél, mert hatalmas viharfelhő közeledett. A túráimon megtanultam, hogy néha rossz dolgok azért történnek, hogy később jobb legyen. 2 óra múlva elértem a nap első látnivalóját, ami említésre méltó, egy szép patakot. Mivel tegnap csak mosakodni tudtam a tóban lefekvés előtt, ezért arra gondoltam, itt megfürdök. Ki tudja, hol alszom a mai este. Kicsit arrébb le tudtam gurulni a patakhoz, levetkőztem és a tisztálkodás csodás érzését magamévá tudhattam. Mennyei érzés lemosni az útporát, érezni, hogy az a svéd patak lágyan simogat, és hogy az alig 10 Celsius fokos víz úgy összerántja a mellbimbóimat, hogy üveget lehet vele vágni. Mosdás után megmutatom, hogy azért Svédországban van olyan is, ami jól működik, mint például ez a pihenő. Van tűzgyújtóhely és egy kis faviskó, ami elég puritán, de ha elkapja az embert az eső, akkor itt meghúzhatja magát estére. Skandináviában az a szabály, hogy bárhol lehet vadkempingezni, csak egy kritérium van, hogy minimum 300 méter távolságot kell tartani a lakásoktól, hogy ne zavarjuk az ott élőket. Persze ennek a jó kis rendelet ellenére kevesen alszanak a vadonban, mert van elég pénzük kifizetni a horroráron kiadott sátorhelyeket. Csak az olyan csórok, mint én álmodnak ilyen király lakosztályról, mint ez itt. Hello! Zuis! Ha minden nap látnék valami kis patakot, valami szép tavat, mint tegnap is leültem ott a tó mellett megpihenni, az egy kicsit földobja az ember hangulatát, megpihen, mind lelkileg, mind fizikailag, és akkor úgymond az alap olyan szegnek tűnik. Tehát ott tekertem 160 km-t és semmit nem láttam, néha egy-egy tó mellett elmentem, de az is olyan pici volt, meg koszos, hogy hát az nem igazán dobta fel a hangulatomat. Azokhoz a napokhoz képest, amikor beértem ide Svédországba, ezek már tényleg ezerszer jobbak. Tegnap is sem volt annyira gáz már, mai meg szerintem azért jobb. Főleg, hogy végre egy kicsi úton biciklizek, nem pedig hatalmas főúton, ahol percenként 100 autó megy el mellettem. Azért azt nem gondoltam volna, hogy itt Svédországban a vízzel fogok szenvedni, hogy nem lesz elég vizem és mindig azon fogok gondolkodni, hogy hol fogok szomjan halni. Ilyet valóban sem gondoltam volna, hogy olyan melegen van, hogy az árnyékos oldalt kell biciklizni. Az igaz, hogy a lábon hoz rajta a harisnya, de fölül már csak egy póló van. Mégis olyan melegen van, meg igaz, hogy fölfele megyek, hogy pont nem vagyok a tetőn mondjuk. Cégünknél dolgoztak norvégok. Mesélték, hogy a kocsijukon ilyen hatalmas reflektorok vannak, mint a rally autókon is lehet látni. És kérdeztük tőlük, hogy nem zavarja a szembejövőt, és akkor megkérdezte, szembejövőt? Milyen szembejövőt? Na most már jártam képzelni, hogy ezt miért mondta. Ezt azért említem meg, mert 20 percre senki nem ment el mellettem. Svédország népsűrűsége 5-öd annyi, mint nálunk, nem csoda, hogy ilyen csendesek itt az utak. És most mutatnék egy igazi svéd tájat. Körülbelül 1 perce mentem el az előző tó mellett. Ez már megint egy újabb tó, nem az előző. Egy újabb. Bye.
Azért a térképen látszik, hogy a svédeknek is bőven van tavuk, és ráadásul itt nem messze van egy akkora, mint nálunk két megye, körülbelül 10-szer akkora, mint a Balaton. Alig múlt dél, és már Kopparbergben vagyok. Nagyon takaros svéd település, nekem a legjobban a bíróság épülete tetszett, de a temető kertében álló templom is fantasztikus. A városban itt össznépi dzsemborira készültek, van itt kirakodóvásár meg harmonikás is. Akiket hallgatok egy kicsit, aztán leülök enni. A parkban épp locsoltak és kértem tőlük vizet, de rendesek voltak, mert az egyik bútorboltba behívtak és onnan kaptam tiszta csapvizet. A svéd árak miatt nem árt kitapasztalni a legjobb árérték arányú ételt. Itt a legjobb a húsgolyó. 900 forintnyi svéd koronáért már majdnem fél kilogramm húsgolyót vehetünk. Magában nem finom, de joghurttal vagy csokival egész ehető. Délutánra átléptem a 100. kilométert és meglátom a 20. tavat. De a tavak mellett más érdekességet is láttam, mint például egy kisebb vízesést. A vízesést elhagyva egy fekete szemetes zsákra lettem figyelmes, ami túl szépen volt becsomagolva. Nézzük meg, mi van benne. Találtam egy zacskót, le van ragasztva. Tudod, gyanús, hogy ezek itt nem nagyon tudtak szemetelni, kettő miért van leragasztva. Nézzük, mi van benne. Aha. Aha. Ez egy hálózsák. Egy elég jó hálózsák. Basszus, egy k***a jó hálózsák. Csak egy problémám van. Mit csináljak vele? Ennek a hálózsáknak mínusz 5 Celsius fok a komfortja és 18 az extrém hőmérséklete. Az enyém is körülbelül ezt tudja, de ezen van pár extra, mint például az aljára csúszásgátlóan varva. A szaga alapján teljesen új. Az a baj, 2 kiló, és már mit csinálják így is Annei rossz felszerelésem. Esküszöm, ez jobb, mint az én hálózsákom. Ez mit tudok belőle hasznosítani, mert most odaadjam valakinek, hát úgyse fogja hasznosítani, mert ezek újat vesznek helyette. Ez egy nagyon jó hálózsák. Ez ilyen 30-40 ezer forintos hálózsák. Itt kell hagynom 40 ezer forintot, miért nem pénz van benne? Annak örülnék. Kistelhetetlen, de tényleg nem tudom magammal vinni, mert sehol nem fér el. Bár kicsit később leesik, hogy egy kempingben eladhattam volna, hogy azzal fizettem volna az aznap esti szállásomat. Késő délutánra a 130. kilométernél próbáltam szállást szerezni. Ma is bepróbálkozok egy családnál, hát ha megszánnak. Hello. Can I sleep in the garden? No. Bár nem engedték meg az ott alvást, de mondta, hogy van egy free camping a közelben. Free, azaz ingyenes. Ez a nap fő címe is. Soha nem láttam még ilyet, de Svédország itt minden megeshet. Ez egy pucérstand. A bejáratnál volt pár pucérember, leesik, hogy mitől free a kemping. Kiderül, hogy nem ingyenes, hanem nudista. Ez új, ilyenben még soha nem szálltam meg. Ebből kifolyólag a fürdők koedukált, nők, férfiak egy helyen mosdanak. Amilyen az én szerencsém, én egy vénfószert fogok ki, nem pedig egy csinos hölgyet. Majd kértem a szomszédjaintól térképet, és nem tudtam nem észrevenni, hogy tök pucérak. Nem annyira sikerült természetesen viselkednem, főleg, hogy a gravitáció már 50 éve veszi igénybe némi dolgaikat, és bizony nem volt szemedgyönyörködtető látvány. De a legjobb hír, hogy tudtam nem keveset alkudni a kemping árából. Nem találtam ki mindenféle mesét, hogy megsajnáljanak, egyszerűen közöltem a recepciós úrral, aki szintén tök mesztelen volt, hogy 80 svéd koronánál többet nem tudok adni, de nem aggodalmaskodott, egyszerűen elfelejtett számlát adni. Na jó éjszakát!